Sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket! A mai videóban a mögöttem látható gőzgépet fogjuk együtt elkészíteni, és ezáltal bemutatom nektek, hogy hogyan is működik a játékban a gőzmeghajtás. Lássunk is neki a gőzgépünk megépítéséhez. Most egy egyszerűsített verziót fogunk építeni, de majd kitérek azokra a dolgokra, hogy mi az, amiből többet is elhelyezhetünk, hogy még erősebb és brutálisabb meghajtást tudjunk vele létrehozni. Hogyha nyomunk egy tabot, ugyebár itt vagyunk az építőelemeknél, beírjuk, hogy Steam, azaz gőz, és itt mindenféle számunkra szükséges alkotóelemét meg fogjuk találni a gőzgépnek. Első és ami legfontosabb nekünk, hogy a hőt előállítsuk ahhoz, hogy mi tudjunk gőzt termelni vízből, szükségünk lesz egy kazánra. Kettő kazán van most itt jelenleg, amit mi tudunk használni, van egy kisebb és egy nagyobb. Én a kisebbet azért ajánlom, mert az nem tud annyira túlmelegedni, nagyjából olyan 200 fokig melegszik gyorsan, utána már eléggé lassan emelkedik a hőmérséklet, és nekünk ez most itt bőven elegendő lesz, úgyhogy most ezt a kis gőzkazánt fogjuk használni, amelyet szépen így arccal előre ide lerakunk. Megnézzük, hogy ennek a gőzkazánnak milyen kivezetései vannak. Van nekünk egy coolant out, illetve egy coolant in, valamint egy levegő, és egy exhaust, azaz kipufogó. Nos, hát az utóbbi kettő az elég könnyű, viszont itt a hűtés alatt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy nekünk ezt ténylegesen például radiátorra kéne hűteni, hanem ez a hűtés, ez majd át fog menni egy boilerbe, amelyben vízből gőz fog termelődni, ennek tulajdonképpen ez lesz a hűtő közege. Úgyhogy el is árultam, mit fogunk most lerakni, egy boilert kell most nekünk leraknunk, egy steam boilert. Ezt szépen ide rakjuk egyből mögé, hogy egyszerű dolgunk legyen. Hagyunk egy kis helyet, hogy átlátható legyen majd a bekötése ennek a boilernek, és ide szépen lerakjuk. Nem véletlenül így raktam le, ugyanis itt oldalt található rajta a hűtés A és B kibemenet, amelyet igazából örülünk neki így, mert nem kell, hogy meghatározza nekünk, hogy hogy forgassuk ezt az egészet, egyszerűen csak át tudjuk majd kötni. Valamint van nekünk egy víz bemenete, illetve egy gőz kimenete ennek a boilernek, hogy ez fogja nekünk itt termelni majd a gőzt, hogyha kap megfelelő hőmérsékletet. Én ezt át is színezem más színre, hogy kicsit feltűnőbb legyen, hogy mi a boilerünk. Bekötjük ezt az egészet itt, amelyből a forró hőmérséklet fog nekünk kijönni, erre én piros színt szoktam használni, és szoktam tenni erre az ágra pumpát. Ez nem feltétlenül szükséges, de szeretem, hogyha van egy fix flow-ja ennek a történetnek, úgyhogy most teszünk ide egy pumpát, és fontos, hogy figyelünk, hogy ahol a fekete karima van, ott azon az oldalt van az outja. Ugyanezt megtesszük a másik oldalra, persze a pumpát azt megfordítjuk, mert ott már bemenete lesz, és szépen becsövezzük. Ezzel a lépéssel meg is van a boiler és a kazán kapcsolata, viszont mielőtt itt tovább mennénk, még itt a kazánnál van két befejezetlen dolgunk, ugye a levegő és a kipufogó kivezetés, ami ugye bármivel egy szén meghajtásos rendszerről beszélünk, elég sok hát füstöt fog nekünk ténylegesen termelni, nagyon autentikus tud lenni, hogyha az ember épít például egy szép kéményt a hajórára, itt is van nekünk az exhaust, és akkor ide most föntre rakjuk, mert nagyon sok füstöt fog termelni ez a kazán, és kell nekünk levegő. A kazán esetében a levegőt nem elég csak simán beengedni, ugyanis a levegő lesz az, amivel mi szabályozni tudjuk azt, hogy milyen hatékonysággal égesse a szént. Ugyanis, hogyha megnézzük a Logic fület, akkor láthatjuk, hogy a kazánnak van egy bekikapcsolása, tehát tulajdonképpen amivel a gyújtást adjuk meg neki, illetve két értéket ad nekünk vissza, a temperature-t és a magának a benne található szénnek a mennyiségét, amellyel nem tudjuk mi szabályozni azt, hogy ő mennyire nagy mennyiségben égesse, ugyebár a benne található szenet, úgyhogy a beáramló levegőnek a folytásával fogjuk tudni ezt megoldani. Hogy is kell ezt elképzelni? Visszaváltunk fehérre, és teszünk ide még egy szintet, és szükségünk lesz egy szelepre. Megyük, hogy Wolf. Van háromféle szelepünk, nekünk a Fluid Variable Wolf fog kelleni, amelyet számértékkel tudunk változtatni. Ezzel tudjuk majd 0 és 1 között befolyásolni azt, hogy mennyi legyen a flow-ja magának a levegőnek. Ezt lerakjuk, megnézzük, ez a Fluid Out-ja, úgyhogy ezt meg kell fordítanunk. Így né, ez a Fluid In-je, és még a tetejére egy bemenetet kell tennünk. Vigyázzunk arra, hogy a víz ne folyjon be, úgyhogy egy levegőszűrőt teszünk ide a tetejére. Nagyon fontos, hogy ennek a szelepnek ugye majd kell egy throttle, úgyhogy csinálunk is gyorsan ide egy ilyen kis állványt, amelyre már az ilyen kezelő modulokat fel is fogjuk majd pakolgatni. Gyors egy throttle-t, ugye tulajdonképpen egy gázkart adunk ennek az egésznek, hogy ezt ne felejtsük el, ez ugye 0 és 1 között fog nekünk majd értéket adni,
illetve tudjuk majd állítani vele ezt a kis szelepet, és ezt így bekötjük. Az áramról, illetve a többi dologról majd a későbbiekben gondoskodunk, folytassuk a gőznek az útját. Ugyebár visszajövünk ide a boilerhez, és van nekünk itt egy víz bemenetünk, illetve egy gőz kimenetünk, folytassuk a gőz kimenettel. Nyomunk egy tabot, és beírjuk, hogy steam, és megkeressük a steam turbine-t, azaz a gőz turbinát, amellyel a meghajtást fogjuk előállítani a gőznek a segítségével. Ezt lerakjuk így, és először is megnézzük azt, hogy jól raktuk el-e. Igen, itt fog bemenni a gőz, egyel viszont odébb kéne tenni. Így jó is lesz, csak hogy átláthatóbb legyen majd ugye a rendszerünk. Gyorsan ellenőrizzük, hogy milyen ki- és bemenetek találhatóak ezen a turbinán. Ugye egyből feltűnik a narancssárga kis kör, ami ugye az RPS-t jelöli, ugye ez lesz maga a motorerő, ezt majd ugye a meghajtást fogja nekünk szolgáltatni, ez keresztbe megy a turbinán, ezáltal tökéletes nekünk az, hogy a több turbinát használunk, ugyanis egy boiler rengeteg turbinát elbír, 7, 8, 9, 10-et is akár, így konkrétan egymás mögé tudjuk pakolni, hogyha arra van szükség, hogy minél nagyobb és erősebb meghajtásunk legyen. Most ezt nekünk nem kell, mert itt a példánál erre nem lesz szükségünk, de hogyha szeretnétek, akkor ezt így akár megtehetitek majd. Illetve van nekünk ugye egy gőzbemenetünk, mint azt már láttuk, van egy gőzkimenetünk. Fontos, hogy érkezik itt a forró gőz a boilerből. Ez belemegy a turbinába, az előállítja a meghajtást, és ami kijön, az gőz. Nem víz, ez gőz, csak hűvösebb, ezt kell nekünk majd a későbbek belehűteni, viszont ne rohanjunk még ennyire előre, gyors lefestjük. Most a forró gőzt egy ilyen sárga csövön keresztül fogjuk vinni, hogy minél láthatóbb legyen és feltűnőbb. A hűvösebb gőz kimeneténél pedig ezt a szép világos kéket fogjuk használni, így nekünk ez teljes mértékben látható lesz, és nagyjából egy vonalba, ez így jó is, fogjuk kivezetni, mert ez majd fontos lesz később. Na most, ezt a hűvös gőzt nekünk most vissza kell alakítanunk vízzé, amit visszavezetünk majd a boilerbe, viszont fontos, hogy a kazán környékén, a kazán és boiler környékén elég nagy hő termelődik, ezért én azt szoktam mondani, hogy nagyjából egy olyan 10-15 blokknyira, ez mondjuk így pont 15 blokknyira, legyen távolabb maga a lecsapató, ugyanis a lecsapatónak is kell majd egy hűtés, ami ténylegesen már egy sima hűtés lesz, egy valamilyen radiátorral, amit majd mindjárt megoldunk, és hogyha nagyon közel teszitek a kazánhoz és a boilerhez, akkor nehezebben fog tudni hűlni, ugyanis a kazán és a boiler magát a környezetét is folyamatosan fűti föl, és ezáltal lehet, hogy be fog fulladni a gőzrendszeretek, úgyhogy nem árt egy kis helyet hagyni a kettő között. Nem feltétlenül muszáj, hogy elég hatékony a hűtésetek, de effektívebb tud így lenni, hogyha van egy kis távolság közötte. Nyomunk egy tabot, be van nekünk ide írva, hogy steam, és itt megkeressük a steam kondenzert, ami a gőz lecsapató. Ebből mondjuk zöld színben fogunk most ide hátra lerakni egyet. Egy most nekünk elég lesz, viszont hogyha nagy mennyiségű víz van a rendszerben, amelyet a boilerben tudunk szabályozni, hogyha kiválasszuk itt a select tool-t, és rákattintunk a boilerre, akkor itt van nekünk egy fill level, amúgy ezt ilyen kis rendszernél érdemes ilyen 10%-ra levenni. Én még nagyobb rendszereknél is azt ajánlom amúgy, hogy ilyen 10-20% környékén válasszátok meg, ezt ki kell tapasztalni, hogy az adott méretű rendszerhez mekkora fill level szükséges, hogy a feltöltöttség, ugye ez annyit jelent, hogy mennyi víz van ebben a boilerben. Tekintve, hogy a gőz ugyebár az tágul, az telíteni fogja a rendszert, úgyhogy sose legyen 100%-on ez a csúszka, és minél több van benne, én azt ajánlom, hogy annál több kondenzert használjatok, hogy annál hatékonyabb legyen a lecsapatás. Na most, ide leraktuk ezt a kondenzert, viszont meg kell néznünk, hogy milyen ki- és bemeneteink vannak. Van itt nekünk egy steam in, ide fog érkezni nekünk már ez a hűvösebb gőz, illetve van nekünk egy water out, ami pedig majd visszamegy a boilerba. Nos, hát akkor ezt kössük is be, ezzel meg is vagyunk, és akkor áttérünk a másik oldalra, ahol a vizet is meg kell csinálnunk, és ezzel már meg is van ugyebár a teljes zárt körünk, viszont van itt még egy fontos feladat, ugye magát, ezt a steam kondenzert, ezt nekünk le kell hűtenünk, ugye ebbe forró gőz érkezik, viszonylag ugyebár forróbb vizet kell előállítanunk, úgyhogy ennek szüksége van hűtésre. Ugye itt fönt van egy coolant A és egy coolant B kés bemenetünk, úgyhogy erre most tenni fogunk egy 5x5-ös elektrik hűtőt. Nos, ennek csinálunk egy ilyen kis bakot, amit csak ide így felszoktam egyszerűen polcolni, beírjuk ide, hogy heat, és azt mondjuk neki, hogy elektrik radiátor, 5x5-ös, és nagyon jó, hogy itt is fluid B-ről és fluid A-ról beszél. Tehát, hogy nem határozza meg nekünk azt, hogy milyen irányba kell mennie ennek a cuccnak, viszont mi szeretnénk, hogy ez hatékonyabban működjön, ide én ajánlom, hogy tegyetek pumpát, hogy minél nagyobb legyen a hűtőközegnek a flója, és akkor teszünk ide mondjuk egy ilyen szép sárga színű pumpát, igazából annyi a lényeg, hogy a két pumpa ugyebár ellentétesen legyen,
és akkor ezeket itt bekötjük. Így szépen. Most, hogy ezzel megvagyunk, akkor ennek is már megvan a hűtése, és majdnem kész vagyunk a rendszerünkkel. Teszünk le egy akkumulátort, ugyanis áramra azért szükségünk lesz, mind itt a kapcsolóknál, mind ott például hátul a hűtésnél, és elkezdjük betkötögetni a dolgokat, szépen az áramot bekötjük mindenhova, ide a pumpákat bekötjük, bekötjük azt a szelepet, illetve hátul azt a két pumpát és magát a hűtőt. Nos, kellene fog nekünk egy ki- és bekapcsoló gomb, igazából kettő. Egyel fogjuk majd itt magát, ezt a rendszert bekapcsolni, hogy maga a boilernak a fűtése elinduljon, illetve kell nekünk egy, hogy ott a hátul a hűtést be tudjuk kapcsolni. Ezt azért választom külön, hogy kicsit átláthatóbb legyen. Beírjuk, hogy button, és kiválasztunk egy toggle button-t. Kell nekünk majd egy zöld, amivel tudjuk, hogy ez ugyebár a zöld ugye a hátsó a hűtésé, és teszünk ide egy ilyen szép feketét, vagy egy ilyen sötét szürkét, amellyel tudjuk, hogy ez ide tartozik. Mellette ezt a trottlot is átfestjük így szépen, és akkor tudni fogjuk, hogy ez magának a kazánnak a vezérlésére szolgál. Ezeket a gombokat is bekötjük az áramhálózatba, hogy tudjuk őket majd használni. Mind a kettőt szépen rákötjük az akkumulátorra, átmegyünk itt a data-ra, és be fogjuk kötni gombokat a megfelelő helyekre. Ugye van nekünk egy gombunk, a lenti, az fogja nekünk bekapcsolni magát a kazánt, ugye kontrollt lenyomva tart, és ezáltal csak balklikkel bele kell kattintanom az adott pöttyökbe, amikbe szeretném, hogy átmenjen a jel. Ugye a kazánt és a mögötte lévő pumpákat ezzel a gombbal fogjuk most bekapcsolni majd. A fönti gombot is bekötjük ugye a hátsó hűtéshez, balklikket lenyomva tart, közben lenyomjuk a kontrollt, és ezáltal már csak bele kell klikkelnünk, ugyebár hátul a két pumpába és magába a hűtőventilátorba. Kapnak áramot, jelet, ez már nekünk működni fog. Mire lesz még szükségünk? Hát első körben szénre. Ugyanis ebben a kis kazánban nem lesz szén, úgyhogy beírjuk, hogy steam, egyszerűen fehérre váltunk, és akkor egy ilyen kis steam coal ductot ide rakunk, amiből mi manuálisan kézzel is fogunk tudni majd kivenni egy kis szenet, amire szükségünk lesz, mert hát anélkül sajnos nem fog elindulni. És megnézzük, hogy mit produkál így maga ez a rendszer. Megpakoltam szénnel a kazánt, és most már, hogyha megnyomjuk a lenti gombot, illetve adunk neki egy kis levegőt, akkor ez a kazán elkezd melegedni. Ugyebár ott a temperature-nél írja, hogy már 50, 60, 70 fokos, és ha hátra megyünk és megnézzük a boilert, látható, hogy a boiler is elkezdett melegedni. Ennek a beindulása egy kis időt igénybe vesz, hogy most egy picit várni fogunk, illetve hogyha megnyomjuk ezt a gombot, akkor hátul is el fog indulni nekünk itt a hűtés, hogyha ránézünk, látjuk, hogy ugye van flója, ami nekünk nagyon jó oda-vissza, és pörögnek a ventilátorok, tehát működik, és már füstöl a kazán, erről a gombafelhőről beszéltem, és most várjuk, hogy szépen melegedjen, már 160 fokos, közben pedig a boilerünk az eléri lassan a 100 fokot. El is értük a 100 fokot, megkezdődött a gőznek a termelődése, nagyon gyorsan termelődik a gőz, kicsit vissza is vesszük ezt, és láthatjuk, hogy a pressure, azaz a nyomás, az folyamatosan nő a boilerban. Na most ugyebár visszavettük ezt ilyenkor ilyen 50%-ra szoktam visszavenni ott a levegőt, és láthatjuk, hogy folyamatosan termelődik, és elkezdünk érni egy kritikus ponthoz majd. A boilert érdemes ilyen 125-130-135 fok körül tartani, akkor bőven elegendő gőz termel, talán még sokat is. Attól függ nyilván, hogy hány turbinát használunk, mennyi lecsapatunk van, és milyen gyors maga a rendszer. Pumpákkal lehet természetesen ezt gyorsítani. És ahogy nő a nyomás folyamatosan, ugye halljuk, hogy a turbinának már megy itt szépen a kis rendszere, viszont felrobbant a boilerünk. Ez azért van, mert 10 bar fölött sajnos ez felrobban, úgyhogy erről gondoskodnunk kell. Visszamegyünk az építésbe, és én azért tettem ezt a sárga és ezt a világos kék vonalat ennyire közel egymáshoz, hogy ők közöttük tudjunk egy átmenetet képezni. Ugyanis ide fogunk tenni egy szelepet, amely hogyha 9 báros nyomást elér a boilerünk, akkor az ki fogja nyitni. Erre azért van szükség, hogy ugye a 10 bárt ne érje el és ne robbanjon fel, és abszolút nem probléma, hogyha erről az ágról a felesleges gőzmennyiség ugye átmegy a másikra, és egyből megy a lecsapatóba. A lényeg, hogy tudjuk kontrollálni azt, hogy mekkora a maximális nyomás a rendszerünkben. És nekünk most erre a fluid on-off valve-ra lesz szükségünk. Na most, ezt berakjuk ide így szépen, megnézzük, hogy ez az outja, úgyhogy nekünk ez így tökéletes is lesz. Amúgy ezt még itt sárgára szoktam festeni, de
ezt meg is tesszük gyorsan. Viszont ez még így magától nem fogja tudni, hogy mekkora a nyomás. A nyomásnak az értékét, hogyha itt a Logic Fuel-re kattintunk, baloldal data, ugye már láthatjuk, hogy a boilernak van három kimeneti értéke. Van itt nekünk egy nyomás, van itt nekünk egy temperature, és van itt nekünk egy fluid volume, ami ugye benne található víznek a mennyisége. Nekünk most a pressure frog kell lenni, viszont ezt még mindig nem tudom belehúzni ebbe a szelepbe, úgyhogy ez nem jó, a szelepnek egy on-off, tehát ugye egy bekikapcsoló jele van csak, úgyhogy szükségünk lesz egy threshold gate-re. A threshold gate kap egy értéket, egy számértéket, amelyet megvizsgál, gyorsan be is kötjük, ide szépen ezt, a kimenete pedig egy on-off. Hogyha a vizsgált értéken belül található az adott érték, akkor ő egy igaz jelet fog küldeni, hogyha fönt kiválasztjuk a Select Tool-t, és rákattintunk erre a thresholdra, akkor itt meg tudjuk neki adni, hogy milyen értékek között, milyen értéktartományban küldjön bekapcsolt jelet. Ugyebár nekünk az a lényeg, hogy 9 bar fölött küldjön igaz jelet, mert akkor fogja ugyebár átengedni a szelep ugye a fölösleges gőzt. Úgyhogy a low thresholdhoz írjuk, hogy 9, hát a highhoz meg elég lenne azt írunk, hogy 10, de inkább legyen tuti biztos, és legyen az egy 100-as. Ezáltal most már nekünk a fölöslegesen termelődött gőz az tovább fog menni a lecsapatóságra, és nem lesz probléma azzal, hogy a boilerünk fel fog robbanni. Van még egy módszer arra, hogy felrobbantsátok ettől függetlenül a boilert, ugyanis hogyha mondjuk a nagyobb kazánt használjátok, és mondjuk felhevítitek 3-400 fokra, akkor olyan szinten sok gőzt fog termelni, hogy már ez a szelep se fogja bírni azt a fölösleges mennyiséget átküldeni, de hogyha egy megfelelő ilyen 120-130 Celsius fok környékén tartjátok a boilert, akkor semmi ilyesmi problémátok nem lesz, hanem a fölösleges gőz bőven át fog tudni menni. Az előbb nem láttuk, hogy ténylegesen hajta a rendszer, már amikor halljátok ezt a turbinának, ezt a felpörgését, akkor már amúgy tényleg rendesen hajt, de hogy ezt ténylegesen lássuk, teszünk rá egy kivezetést, és teszünk rá mondjuk egy propellert, ami azért valljuk be elég látványos, meg hát a legtöbb esetben, hogyha hajót építetek, akkor ezt fogtok használni, a közepét vessük a feketére. Így ne. Ilyet is lehet. Illetve, ugyebár láttuk, hogy a boilernek vannak kimeneti értékei, ezeket lehet, hogy nem ártana megvizsgálnunk, hogy lássuk menet közben is, hogy mi a helyzet, és ne kelljen oda rohangálnunk, hogy egy pár dial-t le fogunk tenni. Most szükségünk lesz nekünk egy olyan dial-re, ami magának a kemencének, vagy hát ennek a kazánnak mutatja majd a hőmérsékletét. A boilernek fogjuk nézni a hőmérsékletét, illetve a boilernek szükségünk lesz a nyomására. Ezt gyorsan el is nevezzük, tehát ez lesz a kazán hőmérséklet, ami ugye tulajdonképpen egy olyan, hát a max value-ja legyen egy olyan 250, hogy normálisan mutassa, és ne csak pörögjön folyamatosan a mutató. Kell nekünk egy boiler hőmérséklet. Itt igazából egy olyan 150-ig szerintem elég, valamint kell nekünk egy boiler nyomás. És ezzel már meg is vagyunk, ezeket ugye be kell természetesen kötnünk. Ugye a kazánnak a hőmérsékletét, megkeressük a kazánnál azt a kimeneti értéket, ami a temperature, ez nekünk tökéletes lesz, illetve a boilernek a hőmérsékletét is megkeressük, ott van középen, meg is találtuk, valamint a boilernek a nyomása fog kelleni, ugye ezt már használtuk ugye a threshold gate-nél, tehát tudjuk, hogy hol található, azt is bekötjük. Most, hogy ez megvan, nem felejtjük, hogy áramot kell neki adnunk, anélkül nem fog azért tökéletesen működni, úgyhogy bekötjük az akkumulátorra, valamint azt a szelepet is majdnem elfelejtettük bekötni. Így meg is vagyunk. Elérkeztünk arra a pontra, hogy tudjuk ellenőrizni magát az egész rendszerünket, és ezt átfestem, hogy lássuk, hogy ez a boilerhez tartozik. Tudjuk ellenőrizni a rendszerünket, és most már gond nélkül kell hosszú távon is üzemelnie. Dugig pakoljuk szénnel ugyebár a kazánt, most ebbe 10 egység fért bele, bekapcsoljuk, elindítjuk a levegő áteresztését is, látjuk, hogy már itt a kazára nézve is, de most már itt a kijelzőn is látjuk, hogy szépen a kazán hőmérséklete emelkedik. Bekapcsoljuk majd a hűtést, ami ott fog ugyebár hátul nekünk menni. Ez nagyon fontos, ne felejtsük el, mert különben ugye a lecsapatás nem fog jól működni. Közben már a kazánunk az 125 fokos, illetve a boilerünk is lassan éri utol. Hát itt kicsit várnunk kell, és hogy lássátok, hogy ez meddig tart most, ezt meg fogjuk így együtt várni. Amint ugyebár itt a boiler hőmérséklete eléri majd a 100 fokot, itt a nyomás is elkezd majd növekedni, ugye akkor kezd el a gőz termelődni, és ahogy közeledünk ahhoz a kívánt 100 fokhoz, ugye most a kazánunk ilyen 170 fokos, visszaveszem nagyjából így a felére a kazánnak a levegő ellátását, közben
megkezdődött a gőztermelés, és már ugyebár megérkezett a meghajtás is. Most a boilerünk épp 115 fokos, amúgy ez már egész optimális, a kazánunk szépen hűl vissza, és ezzel az 50%-os levegővel, mert lehet kicsit játszani kell, a kívánt szintre fog majd visszahűlni, és folyamatosan megy itt a történet, és hát az a bizonyos nyomás közeledik a 9-es érték felé, a boiler nyomásunk érkezik a 9-hez, viszont a rendszer, amit építettünk, ugyebár nem hagyja, láthatjátok, hogy ilyen 9, hát plusz-minusz pár század nyomáson ingadozik, és bőven el tudja látni. A kazánunk közben már 154 fokon kezd így stagnálni, és a boilerünk olyan 130 fok környékén van. Ez így nagyjából egy optimális eset. Egy kis idő elteltével ugyebár a gőzgép be is áll egy folyamatos működési periódusra, gond nélkül történnek a dolgok, ez az 50%-os levegőarány teljesen tökéletes neki. Most nagyjából ezt a 8 RPS tartja folyamatosan, de ez nagyon nagy nyomaték, úgyhogy gond nélkül lehetne rá váltót tenni, hogy maga az RPS az nőjön, úgyhogy miatt nem kell aggódni, itt hátul tökéletes a hűtő és a kondenzátornak itt az összhangja. Ez nyilván egy kicsi gőzgép, és ezzel is nagyon jó dolgokat lehet már kihozni. Ezt meg lehet sokkal nagyobbba építeni, több turbinával, több lecsapatóval és még egyéb apró dolgokkal. Remélem, hogy értettétek ennek az egésznek a működését. Ha bármi kérdés olyan van, a komment szekcióba vésétek oda. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretétek és még nem tettetek volna, meg iratkozzatok fel. Én Stark voltam, jók lehetek, sziasztok!